Pattintva is jöhet. Oh! Többet pattan! Na sziasztok mindenki, itt van velünk két öcsém. Sziasztok! Ahogy láthatjátok, megint célba fogunk dobni, most kisebb vödrökkel meg dobozba fogjuk beletalálni, és ha megérdemeljük, akkor kibontjuk a csomagot, amit Szlovákiából kaptunk, Véretnyei Viktortól, úgyhogy köszönjük szépen, hogy tényleg határon túlról is sok csomag érkezik, nagyon kedvesek vagytok. Kőpapír ollóval eldöntjük, hogy ki fog kezdeni, beszéljük meg, hogy akkor ha kipattan, az is érjen? Igen. Érni fog az is, hogyha kipattan, jó, de ha nem pattan ki, akkor az lesz a legjobb. Úgyhogy kőpapír olló, ki fog kezdeni? Kőpapírolló. Jó, ez semmi. Kőpapírolló. Jó, ez semmi. Kőpapírolló. Jó, Ákos, kezd. Eldől, hogy ki lesz a második. Te leszel a második, úgyhogy... Dani, mint a... Vizes palacba. Így van. Na, onnan fogjuk dobni, úgyhogy bízunk benne, hogy a nézőknek is tetszeni fog. Mint a focis videóban is. Dobd ide, belerúg. Dobd ide a lábamra. Ah, nem sikerült, na kezdhetjük. Na mi van, magyaron dobott? Na, Ákos, mehet az első dobás. Nézzük, hát az mellé ment, semmi baj. Te jössz, öcsi. Ja igen, és ha beledobod, nehezítünk, utána rúgni kell. Kézből. Jó, hogyha beledobtad. Nézzük. Oh, hát de hihetetlen, hogy miért csinálsz meg mindent elsőre. Megcsinálja a kapufából az elsőre, megcsinálja a vizes palacba az elsőre, és ezt is elsőre. Pacsi. Pacsi. Jó, neked már rúgni kell. Én a dobozba dob, vagy a mit csinál? Nem sikerült. Ja, és jó csinálod, Ákos. Aki dobott, megy oda labdaszedőnek. Úgyhogy most én megyek, mert én dobtam, csak te kimaradtál. Jó, jöhet Ákos. Pattanva is mehet, pattanva, nyugodtan. Majdnem jó volt, majdnem jó volt. Te jössz, Ákos. Hát úgy, hogy így belsővel próbáld meg rugni, jó? Úgy, úgy, bele tudod? Na a kamerát. Elrugtam, megpróbáltam. Persze, megpróbálhatod még egyszer. Úgy, látod, jó lesz. De gyakorolni kell, és jó lesz. Na, tedd mellé, melyikbe könnyebb? A dobozba könnyebb bele dobni? Dobozba könnyebb. Á, dehogy könnyebb, ki mondta ezt? Ti mondtátok. Pattintva is jöhet. Oh, többet pattan! Hát nagyon királyok vagytok, nem baj. Hát kik ezek az emberek? Most van neked is rúgni kell. Megint én vagyok lemaradva. Na, majdnem jó volt. Csak én le vagyok maradva, mint a borra való. Ádi, te meg jó. Mondom, hogy de nem tudom, mi van ezzel. Ádika, képzeljétek, az előbb sírt, mert volt egy tüske a labdába. Nem. De nem ott. Nem lukadt ki, úgyhogy bírja ez a labda. Bírja ez a labda. De nem ott ment bele. Ákos, papucsba. Nézzük. Majdnem, lecsúszott, ugye? Lecsúszott. Semmi baj nincs vele. Te jössz, Ádikám. Bele tudod rúgni? Ó, ne a kamerám, még jó, hogy ott volt az Ákos. Kapcsút ki a kamerát! Adi. Mehet! Na mehet! Én még nagyon le vagyok maradva, ezért... Ez nem ért? Ez nem ért! Nem ért le az aljára! Nem ért le az aljára! Igazad van! Nehogy csaljak itt véletlenül! Ahogy? Na jöhet! Jöhet, jöhet! Oppá! Hát gyerünk rá, Diko! Nem ért le! Nem baj, de már közel jártál! Ügyes vagy! Ügyes vagy! Végre! És az enyém ki se esik! Na ezt adjátok össze! Enyém se. Na most már én nekem is rúgnom kell! Dani, az enyém se esett! Te még királyabb vagy! Na mehet! Te jössz, Ádika! Egyenlő az állás! Jó, egyenlő az állás! Figyelj, mert ha belerúgod így, utána fejelni kell! Te a fejlődés! Nem azt mondtad, hogy nyerünk! Ja, de! Nem hallottam a lány fejelés! Jó, na figyelj! Jó, hogy nem esel has. Ákos Mutko itt esett el, jó, hogy nem a betonon. Ugye? Így is volt sírás. Megbotlottál. Lábad, kirúgtad az egyik lábad a másikat. Na figyelj! Akkor nem nevettél. Nem hiszem el. Nem hiszem el. Jó lesz a játék, jó lesz. Kezdünk izgulni. Mehet. Fel
rúgod a bokorba! Szerencsé, hogy nem ide a kaktuszra! Jó! Ez a kaktusz nem hiszem, hogy kiukasztotta volna. Mehet, mehet a menet. Nem baj, de közel volt. Közel volt. Az enyém is közel volt. Enyém is közel volt. Gyerünk Ákos, papucsa, papucs style. Nem semmi ez a papucs, nem is értem. Nem számítottál arra, mi? Ezt meg elküldted Borémán megint. Jöhet Ázika. Én jövök? Te könnyebben beférsz. 10 pont a Gryffindornak! Most fejelni kell, így van. És akkor lesz vége a meccsnek, hogyha befejelem a dolgokat. Jó, nem sikerült? Nem. Jaj, nem sikerült. Tessék, Ádika. Menjél. Jó, megyek. Hú! Jó, na figyelj! Hú, mi a hajam van, durva, mi? Na figyelj, dróthajú vagyok. Jó volt. Gyerünk srácok, le vagytok maradva. Egy kicsit magasabbra megy, akkor jó lett volna. Gyerünk Ádika. Közel jártok. Én is közel jártam. Mehet Ákos? Közel, nagyon közel jártok. Figyelj! Én is nagyon közel jártam. Jöhet Ákos. Szép! Neked is fejelni kell. Na mi van, Ádi? Nagyon belendíti az elején most meg... Nem sikerült. Ákos, nézzük te, hogy fejelsz. Nézzük meg. Én furcsa módon. Ez mi volt? Ez is egy jó megoldás. Ez is fejelés, igazad van. Ádika, ne kapkod, de! Túlságosan elkapkodod. Ne! Egy kicsit kellett volna még jobban. Jó, na Ákos, ha befejeled, kapsz még egy ezret. Ha most! Nem. Ha most! Hú, de izgultam! Ez olyan egyszerű lehetőség volt. Leesik. Na Ádika, neked is van egy ilyen esélyed, ha most berúgod, akkor kapsz egy ezret. Hú, de izgultam, nincs több ilyen lehetőség. Jani kapsz egy 10 000-es, ha befejezed. Van annyi pénzed? Van. Jó. Nekem egy 10 000. Nekem 3 000-es van. Akkor egyet. Jó, nem! 2 000-et, ha befejelem? Jó. Kapok 2 000-et, ha befejelem. Jó, hát most már nincs, mit vártál? Kezd jó lenni. Rosszul találtam el. Ádika. De nem, mindig félre. Jaj. Mellé ment. Ha azt mondom, hogy akkor vége van a játéknak, ha valaki megnyeri. Ennyi! De Ádi, még van egy lehetőséged. De csak egy. Már csak egy lehetőséged van. De én még rúgok. Te még rúgsz? Nem baj. Gyerünk, bízd magadban. Oh, még döntetlen lehet Ákos, hogyha én ezt befejelem. Nem lesz döntetlen. Köszönjük szépen a játékot, ügyes voltál Ákos. Most pedig kibontjuk a csomagot, amit kaptunk Szlovákiából. A kamera melyik volt? Szóval csomagbontás fog következni. Ádika, most felfedezhetitek meg Ákos, hogy ehhez nem kell szerintem kés. Mert ezt szerintem szét tudjuk képni. Várjál, mert a címnek meg kell maradnia. Szerintem. És szeretném mondani, hogy ugye nagyon sokan igénybe vették már a csatorna tagság funkciót. Aki igénybe veszi, neki postázok dedikáló kártyát. Úgyhogy aki gondolja és csatlakozik, neki fogom. Jó, oké, és ott bont szét, Ádika. Most az Ákos. Húha, ez nehezebb, mint gondoltuk. Most a legnagyobb bátyánk jön. Nézzük, hogy Viktor küldött, és ezek Hiper. Szerintem szlovákiai édességek. Mi gondolsz? Opa!
Első kettő csoki, jaj, de várjatok, itt egy levél. Sziasztok srácok, remélem tetszeni fog ez a kis ajándék. Dani, nagyon szeretem a videója. 10 éves kisrác vagyok, Szlovákiából származok. Köszönjük szépen a csomagodat, nagyon aranyos vagy. Srácok, mi ez? Húha. Édeség. Kóstoljuk meg! Kóstoljuk meg! Na, kóstoljuk meg! Ez ilyen különleges csoki, kóstoljuk meg! Három felé elosz! Három felé! Na, egy kicsit szét van törve. Tessék, egy neked. Nem tudom. Olyan, mint a sportszelet. Olyan, mint a sportszelet? Most én is csalok. Kérlek! Banános csoki! Mindenhol van! Nincs olyan, ahol nincs! Miket banános csoki? Ez ilyen cukorka! Kosszoljuk ezt is! Ennek örülni fogtok! Brumi! Brumi csoki! Az is van ráírva, hogy brumi! Tényleg! Brumi! Tényleg brumi! Karkötő! Karkötő! És amit utoljára hagytam! Azt a neki mekkora táblacsoki! Magyarós, ami anyának a kedvence! Úgyhogy nagyon köszönjük! Új sapkám van! Nagyon szép! A címet nem nagyon tudom kiolvasni, Viktor, léci e-mailbe, írd már le a címedet, mert aki csomagot küld, neki is postázunk vissza. Igen. Hosszabb, mint a fejed. Hosszabb, mint a fejed, és leírásban találtok egy kuponkódot és egy linket. A kuponkódomban 25% kedvezményen tudtok órát és karkötőt vásárolni, úgyhogy köszönöm szépen, ha megnézitek. És ha tetszett a videó, akkor... Lájkoljátok és iratkozzatok fel a Nagdániel csatornájára! Köszönjük szépen! Sziasztok!